Miskolcon is megemlékeztek az elesett magyar hősökről vasárnap a Hősök napján. Az ünnepség a Népkerti országzászlónál kezdődött, ahol katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti színű zászlót. A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. A Népkerti országzászló felvonása után koszorút helyezett el az emlékműnél Miskolcváros nevében Badány Lajos alpolgármester, és koszorúztak a megyei kormányhivatal, a Miskolci Egyetem, a Velünk a Város és a Jobbik képviseletében is. A megemlékezés sorozat a Hősök temetőjében folytatódott, ahol a város, továbbá a miskolci pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait, koszorúit Gömöri Árpád sírjánál, a II. Világháborús Hősök emlékművénél, illetve az I. világháborús emlékműnél. Tiszteletüket tették még a résztvevők a 65-ös gyalogezred emlékművénél, majd a hadifoglyok kopjafájánál is, és az 56-os emlékműnél. A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják, azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az emléknap eredete az 1917. évi 8. törvényre vezethető vissza, amely arra kötelezett minden községet, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. A jogszabály kimondta, hogy megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni a nemzet hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét. 1925. május 1-én a honvédelmi miniszter Hősök emlékünnepe elnevezéssel nemzeti ünnepé nyilvánította május utolsó vasárnapját. A Hősök napját a II. Világháború után államilag nem ünnepelték, az első állami rendezvényt 1990-ben tartották meg, majd egy 2001-es törvény ismét a Magyar Hősök emlékünnepévé nyilvánította minden év május hónapjának utolsó vasárnapját.